Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ahogy lehet látni, a teljes billentyűzet átkonfigurálása lesz a mai téma. Természetesen mind az összes billentyűzetet nem, hanem egy részét fogjuk csak átkonfigurálni, de azért teljes, mert ez egy különálló számbillentyűzetről fog szólni. Azaz videóvágó pultot fogunk olcsón készíteni. Mi is az a videóvágó pult? A legtöbb programnál lehet kapni, a professzionális programoknál és egyebeknél lehet kapni olyan pultot, olyan billentyűzetet, amin a vágóeszközök, a görgetés és egyebek rajta vannak, rá vannak írva a billentyűre, és arra való az a billentyűzet úgy van kialakítva, hogy kényelmesen billentyűzetről tudjuk vezérelni az összes funkciót, és ne kelljen keresgélni a gyors billentyűket, amik esetleg kényelmetlenek lehetnek egy nemzeti magyar billentyűzetnél, hiszen például itt, hogy az utolsó pontban a zárójelek elérése, hát bizony az Alt-Grün, és a megfelelő FG megnyomásával, F, illetve G megnyomásával lehet elérni, az kényelmetlen. A videóvágó programokhoz készített billentyűzetek, vezérlő eszközök, azok úgy vannak kialakítva, hogy nagyon kényelmesen lehet velük dolgozni. Azaz, miért kell nekem egy videóvágó eszköz, vagy akármilyen billentyűzet átkonfigurálás, hiszen nem csak arról lehet itt gondolkodni, hogy egy videóvágáshoz, hanem egyéb programok vezérléséhez is, aminek esetleg az alapbeállítását nem tudjuk megváltoztatni, a gyors billentyűket nem tudjuk megváltoztatni, ahhoz készítsünk egy ilyen gyors elérésű numerikus padot átalakítva, numerikus billentyűzet részt átalakítva egy gyors billentyűzet padot, egy eszközt, amivel kényelmesen tudunk dolgozni. Hát bizony, az első gondolat az, hogy gyors billentyűket szeretünk használni, gyorsan tudunk vele dolgozni, de sokszor kényelmetlenek. A másik fele, hát bizony az anyagi. A gyári videóvágó billentyűzetek drágák. Amit lehet kapni az én általam használt programhoz, hát bizony, az vagy hát olyan, hát 15-20 ezer forint között van az olcsó, amin van egy görgető, meg 5 gomb, úgy emlékszem, de lehet, hogy 6 gomb. Ami már normálisabb, az 30-50-100 ezer forint között van, ezek az olcsóbbak. Azaz nem biztos, hogy nekem, mint egy hobbi videósnak érdemes befetszölni ennyi pénzt. Ezért gondoltam azt, hogy bizony kellene csinálni egy sajátot, ami kényelmes, azaz az egyik kezemmel tudom irányítani a gyors billentyűzeten keresztül azokat a funkciókat, amire nekem szükségem van. Azaz, hát bizony, ez egy kényelmi funkció. Ami lényeg, gondoljuk át, hogyan működik a billentyűzet és a programok közötti dolog. Hát természetesen a billentyűzeten leütünk egy gombot, akármelyik gombot leütött, ő egy kék kódot, egy kódot fog generálni, ami úgy néz ki, hogy egy szám. Egy számot generál, és azt mondja, hogy bizony, ő a 39-eset generálta akkor, amikor az S betűt lenyomtam. Ő ezt elküldi a rendszerednek, hogy ez Windows, Linux vagy Macintosh, mindenhol nagyjából így működik. Azaz ez a kód bele van kódolva keményen, hardveresen a billentyűzetünkbe, és ezen nem tudunk változtatni. Logikus, nyilvánvalóan egyértelmű, nem fogjuk szétszedni a billentyűzetünket, és ott a processzor részt, azt a kis chip részt bizony átirogatni, mert az aztán biztos, hogy nem értünk. A Linux rendszer, vagy akármelyik rendszer kapja a 39-es jelet, akár vezetéken keresztül, akár vezeték nélkül megkapja ezt a jelet, és akkor ő azt mondja, hogy bizony kaptam egy jelet, ami 39. Megkeresi az adatbázisából, hogy mit kell neki csinálni, hát bizony ő lefordítja a 39-es kékkódot, bizony valamire S betűre, mert az van hozzárendelve, hogy 39, akkor ő kiáltsa el magát, hogy S, és a programok majd veszik ezt az adást, hogy ő azt mondta, hogy kaptunk egy jelet, gyerekek, S betűt kell végrehajtani. Ezt továbbítja a programoknak, és a programok természetesen megcsinálják azt, amit a billentyű lenyomása után, a kód megkapása után, ami jelen pillanatban egy S betű, tenniük kell. Az általam használt videóvágó program, amihez sajnos a gyors billentyűket nem lehet átérni, bizony az S-re például mentést fog végezni.
Egyértelmű. Ő tudja, hogy ha az S betűt lenyomják általános funkcióként, akkor természetesen egy mentést kéne csinálnia. Oké, mondjuk egy grafikus program más csinál, mert oda más van bekötve, más parancsot. Egy szövegszerkesztő nyilvánvalóan, ha lenyomod simán az S betűt, a kis S betűt, akkor bizony mit fog csinálni? Beleírja abba a szöveges fájba. Nyilvánvalóan két helyen tudjuk megváltoztatni a programnál, illetve az átmeneti adatbázisba az, hogy mihez mi tartozon. Megbeszéltük a billentyűzethez tartozó kékkódokat, nem tudjuk megváltoztatni egyszerűen. A gond az, az általam használt videóvágó programba természetesen sajnos nem lehet megváltoztatni a gyors billentyűket. Hát két lehetőségem van. Egyik lehetőség természetesen az, hogy videóvágó programot váltok, ami igazából jelen pillanatban nem járható, mert több projekt fut, és igazából ezzel kezdtem el vágni, ezt kellene használni. A másik gondolat természetesen az, amiről már a billentyűzetek letiltásánál volt szó, hogy bizony jó lenne az adatbázisba megváltoztatni ezt a kódot, azaz, hogyha elkiáltja magát a billentyűzet, küldi a 39-es kódot, ő már legyen szíves az adatbázisba, ha kikeresi, találjon a 39 egyenlő S helyet, 39 egyenlő X-et például, és akkor ő már nem azt mondja, hogy S, hanem azt mondja, hogy bizony, légy szíves egy X-et elküldeni a programoknak, és a programok majd eldöntik, hogy mit csinálnak. A következő dolog, hogy ehhez mi kell? Ez alapvetően semmi nem kell. A billentyűzeted átkódolásához, ami nagyon-nagyon-nagyon egyszerű feladat, bizony nem kell semmi. A billentyűzeten kívül természetesen, hiszen azt fogjuk átkódolni. Én a kényelmi szempontból, hogy ne a saját billentyűzetemet, a betűket, amiket írok, esetleg egy címnél, vagy akárminél, azok ne legyenek nagyon átkódolva, úgy döntöttem, hogy veszek egy darab numerikus billentyűzetet, tudjátok, amit úgy külön lehet tenni, és van rajta közel egy tucat, 15-20 darab gomb, egyestől a nulláig, illetve hát attól függ, hogy milyen kiszerelésű, több-kevesebb gomb. És ezt kényelmesen tudom a bal kezemmel irányítani, míg a másik kezem az egérem van, hiszen görgetés, kattintgatás, kijelölgetés, ez az nagyon kényelmes. Oké, tehát gyakorlatilag ehhez semmi egyéb nem kell, csak a billentyűzeted, illetve az kell, hogy ő tud, hogy mit szeretné csinálni, mit szeretnél elérni. Amit el szeretnénk érni, ha nem egy vagy két darab gombot szeretnénk átdefiniálni, akkor kell egy terv. Melyik gomb mit csináljon? Ha egy programhoz készítesz ilyen plusz billentyű kiosztást, vagy akár különálló billentyűzetet, akkor természetesen jó, hogyha előre eltervezed. Azért jó, hogyha előre eltervezed, mert utána a következő kettő feladatot villámgyorsan meg fogod tudni csinálni. A tervezés azért is fontos, hogy kényelmes legyen. Annak nincs nagy teteje, hogy egy kényelmetlen billentyű kombinációt átírsz mondjuk a numerikus billentyűzetedre, és az még kényelmetlenebb lesz, mert nem áll kézre. Tehát gyakorlatilag át kell gondolni, mit csinálunk. Kell a numerikus, illetve annak a billentyűzet összességnek, azoknak a billentyűzetnek a kódjai, a kékkód értékei, ezeket egyszerűen a XEV, XEV programmal meg tudjuk szerezni. Illetve kell természetesen a gyors billentyű pontos neve, azaz előbb megszereztük a 39-es kódot, amit én már fejből tudok, illetve azt kell megszerezni, azt kell kiolvastatni az adatbázisból, hogyha a 39-es kódot küld a billentyűzet, akkor ő már egy S-et nyomjon le, azaz kell a pontos neve. Nem mindig ilyen egyszerű, hogy S, meg 3, meg 5, vagy B betű, hanem annál egy kicsit összetettebb neve is lehet egy billentyűzet kódnak. Amit fontos tudni, ez kikapcsolt numlok mellett működik így, azaz ezek a kódok, amiket láttok, de én azt mondom, hogy inkább ti is hívjátok le magatoknak, azok bizony kikapcsolt numlok gomb mellett működnek, ami nagyon fontos. A numlok vezérlő billentyűt nem írjuk át, hiszen akkor nem tudjuk váltani a billentyűzetünket a szám, illetve az általunk kitalált irányító billentyűzetek között. A következő természetesen egy minta. Bénán egy szövegszerkesztő, egy táblázatkezelő,
papír, ceruza segítségével összerakosgatjuk az, hogy mi, hol, mi legyen. Nekem az a szerencsés helyzetem van, az a kellemetlen helyzetem van, mert nem tudom megváltoztatni, alapból egyszerűen szoftveresen az, hogy bizony a numerikus billentyűzethez a videóvágó hozzárendelt már egy kocka vissza, lassú vissza, normál visszatekerés és egyéb ilyen dolgokat. Ezeken nem szeretnék változtatni, de a feketével jelöltön igen. Oké, mivel hogy szeretnék változtatni, akkor szeretném a hetes alatt a kacsacsört megjelenítetni, azaz, hogyha lenyomva a hetes gombot, akkor már legyen szíves, hogy ne azt mondani a programnak, hogy 7, mert azt nem fogja tudni, hanem küldje el a kacsacsört, a 8-asnál meg az ellenkező irányú kacsacsört, illetve a 9-esnél küldje el az O betűt, ami nyilván a programnál, már tudom, hogy az Open a megnyitási parancsot indítja el, nem új projektet nyit, hanem megnyitja azt a lehetőséget, hogy beimportáljak különféle eszközöket, videó, audio és képfájlokat, azaz ezeket napi szinten használjuk, meg az egyebet. Össze kell szedni. Arra nagyon figyeljetek, hogy bizonytalan dolgoknál, például a numerikus billentyűzetnél lenyomva a del gombot nem ugyanazt az eredményt fogod megkapni, mintha normál billentyűzeten lenyomnád a del gombot, azaz ilyen pici dolgokra figyeljetek. Azaz, hogyha változtattok, és úgy gondoljátok, hogy bizony a del gomb, a törlés, az törlés mindenhol, és bizonytalanok vagytok, azért hívjátok le a kék kódját és a nevét. Mert előfordulhat, hogy nem ugyanaz a neve, mert a delete gomb és a KP aláhúzás delete gomb az nem ugyanaz funkcióban és parancsban, mármint amit a program végrehajt. Azaz gyorsan összedobjátok, hogy mi kell. A következő dolog természetesen később bemutatott módon lehívjuk a kék kódot meg a nevét. Ennyi. Ez egy favágó munka, oda kell figyelni. Azaz szépen lehívod a hetes gombnak a kék kódját, a parancsal megmondja neked, hogy 82, és utána oda mész ahhoz a gombhoz, amit hozzá szeretnél rendelni, itt bizony a kacsacsört, lenyomod a kacsacsört megfelelő kombinációval, és utána ő kírja neked, hogy les. Ennyi. Ezt a két adatot kell összeszedegetni, én így táblázatba szedtem össze, de nyilvánvalóan csak azért, hogy ti lássátok, hogy miről beszéltem, de gyakorlatilag egy listába szoktam összeszedni, hetes, kékod, meg a parancs, amit hozzá szeretnék rendelni. A billentyű átírása pofon egyszerű, ismétlem, a billentyűzet átírása pofon egyszerű. A kékod megszerzése a XEV parancsal fog megtörténni, XEV beütése után, majd meglátjátok, hogy villámgyorsan működik a dolog, azaz olyan gyorsan tudod te az információt megszerezni, amilyen gyorsan írogatsz, azaz pillanatok alatt össze lehet szedni ezeket a kék kódokat, és természetesen a párosítandó, amire átváltjuk billentyűnek a nevét is. A megváltoztatása szintén nagyon egyszerű, X-mode map kötője el, kettős idézőjelbe berakva, hogy kék kód, a szám egyenlő az újjal, meglátjátok. Ez se okoz számunkra különösebb problémát. Oké, felmerülhet az a kérdés, hogy én megváltoztattam 100 billentyűnek a kiosztását, azaz, hogyha lenyomva az A-t, akkor a Q betű jelenik meg, mert nekem az volt a heppem, oké. És utána, hogyha írni szeretnék, akkor sincs baj. Visszaállítjuk az alapbeállítást, azaz kiadjuk, hogy set XKB map kötőjel, egy darab kötőjel, erre figyeljünk, tehát itt nem kettő darab kötőjelet kell tenni, és option, és utána visszadobja azonnal a megfelelő alapbeállítású kékod kiosztást, azaz az eddig elvégzett munkánkat kidobtuk, azaz, hogyha nagyon belekeveredsz és össze-vissza működnek a billentyűk, akkor ezt a kódot kell használni, ezt a parancsot kell használni. Ha szeretnéd kilistáztatni, egyszer érdemes megcsinálni, bár ez is egy járható út természetesen, kék kódok és egyebek megszerzésére,
hogy kilistáztatod az egész adatbázist egy szöveges fájlba, és utána abból keresgéled ki a dolgokat. Nyilvánvalóan ez inkább haladóbb feladat, mint kezdőknek, való kezdőknek a XEV lekérdezés gyorsabb. Tehát, hogyha az egész adatbázist szeretnéd, Xmode map, kötőjel, PKE, és Enter szépen kilistázza, nyilván ezt egy szöveges fájlba át lehet küldeni. A következő dolog nagyon-nagyon egyszerű, indítsuk el is azokat a programokat, azt a módszert, ami körülbelül fél perc lesz, hogyha már van egy kis gyakorlatod, amivel meg tudod változtatni a kódokat fizikálisan, azaz hogyan kell ezt megcsinálni, azt fogom most megmutatni. Egy terminál indítás után már villámgyorsan tudunk dolgozni, beírjuk, hogy XEV és Enter. Összenyomjuk a képernyőt, illetve hát az ablakot, hogy minden jól látszódjon. Első körben mit kell eldönteni, melyik billentyűhöz mit szeretnénk rendelni. Az, hogy melyik billentyű, az legyen a 8-as, a numerikus padon, és megnyomjuk. Megnyomtuk. Szépen kírja az, hogy a kékkód 80. Ezt szépen felírjuk. Azért mondom, hogy felírjuk, vagy beírjuk a megfelelő sablonba. A sablonról majd beszélni fogok. A sablonba, és utána el kell dönteni, hogy ehhez a gombhoz, ehhez a fizikális gombhoz mit szeretnénk rendelni. Hát mi azt szeretnénk, legalábbis én, hogy a kacsacsört legyen szíves elküldeni a programnak, mert a program ezzel teszi oda azt az eszközt, azt a kis kapcsolt zárójelet, azt a jelzést a időfolyamra, ami nekem ott és akkor kell. A következő lépés szintén egyszerű, megkeressük ezt a billentyű kombinációt, ezt a billentyűt, hogyha csak egy billentyűvel érhetjük el, de ez a kacsacsőr az Alt-Grün és az Y-nal érhető el, szépen kírja ennek a nevét, hogy Greater. Ezt is felírjuk, pontosan kis és nagybetűkre figyelve, mert nem lenne jó, hogyha elhibáznánk. Ezek után már nincs más teendőnk, ugyanezt a gondolatot végigvisszük, mit, mire szeretnénk cserélni az összes kicserélendő billentyűzetnél. Azaz, van egy kis favágó része, le kell kérdezni a billentyű kékkódját, illetve azt is le kell kérdezni, amit hozzá szeretnénk rendelni, hiszen fejből azért nem tudjuk. Az O-t, a P-t, azt nyilvánvalóan mindenki tudja, de ilyen furcsább, mint a kacsacsőr, annak a pontos nevét, vagy esetleg összetettebb dolgokat leszoktunk kérdezni, mert azért fejből nem 100%, hogy tudjuk. Oké, megvannak ezek az adatok. Az adatokat bevisszük egy sablonba, legalábbis én egy sablont készítettem. Miért emlegettem a sablont? Hogyha kettőnél több billentyűt szeretném megváltoztatni, akkor nyilvánvalóan nem fogod külön-külön kiírogatni a parancsorba az, hogy Xmode, map, e, meg akármi. Egymás után, hanem ehhez készítünk egy sablont, azaz egy scriptet. A script elkészítése nagyon egyszerű. Készítesz egy üres szövegfájt, annak adsz futtatási jogot, és valamilyen normálisabb nevet, és utána elkezded feltölteni. A szövegfáj első része a megszokott kettős kereszt felkiáltójel, és amit ide be kell írogatni, és a következő gondolat nem az, hogy rögtön megváltoztatgatjuk a billentyű kombinációkat, hanem mi. Természetesen az, hogy töröltetjük az előző módosításokat. Ez a legbiztosabb módszer, hogy utána ne legyen régebben megváltoztatott billentyű, és utána valami kavarca dolgokat, letöröltetjük és előkerestetjük vele az eredeti példányt, azaz megadjuk neki, hogy set xkb map kötőjel option. Ennyi, erről már volt szó, visszaállítja az alapállapotot, és utána, mind a kisfiúk, kislányok az első osztályba, sorvezetővel szépen feltöltjük a dolgokat. Beírjuk, odafigyelve nagyon, hogy Xmode map, kötőjel e, kettős időzőjel közé, kmode, 106 egyenlő f.
vagy hát ami éppen kijött nektek, az előbb nekünk az jött ki, hogy 80, egyenlő Greater, az is itt megvan, csak sorba van már rendezve a dolog, és utána ezt az egy sort, amit elkészítettél, nagyon-nagyon-nagyon odafigyelve, szépen annyiszor lemásolod, ahány billentyű kombinációt meg szeretnél változtatni, és utána feltöltöd, azaz táblázatodból kikeresed azt, hogy a K-kód 22, az L, K-kód 23, az Shift aláhúzás nagy L, azaz a nálam oldalt lévő Tab gombot megváltoztatjuk egy Shift gombra, hogy úgy tudjuk használni, és utána szépen végigmegyünk az összesen, ami nagyon fontos, odafigyelve, pontosan, és nem kapkodva elvégezzük. Miután ezzel végeztél, lemented az állományt, és utána a parancs, ami nevet adtál az állománynak, annak a futtatásával megváltoztathatod a billentyű kiosztásodat teljes mértékben. Azaz, mielőtt elindítom, és erre figyeljetek, ez nagyon fontos, mielőtt elindítom a szerkesztő programot, a videóvágó programot, lefuttatom ezt a scriptet, és azok után, azaz összefoglalva 2500 forint befektetésével, ennyibe került ez a kis billentyűzet, elkészítettem magamnak picike kis manuális munkával egy kis vágó eszközt, amivel gyorsan tudom vezérelni, egy kézzel tudom vezérelni azokat a vágó, beillesztő és egyéb funkciókat, előre-hátra tekerő funkciókat a vágó programba, amihez esetleg vennem kellett volna egy eszközt. Ez a bal kezemnél ott van, kényelmesen, ezért is jó ez a különálló, mert kényelmesen el tudom helyezni olyan szögbe, ahogy nekem megfelel, a csuklomnak megfelel, másik kézzel az egeret vezérlem, és utána villámgyorsan tudok vágni. Szerintem mindenki gondolkodjon el azon, hogyha van olyan program, aminél a gyors billentyűket nem tudja kényelmessé tenni, ahhoz, hogy ő gyorsan és hatékonyan tudjon dolgozni, akkor beruház egy darab plusz numerikus billentyűre, természetesen akármilyet lehet, az egész billentyűt átrendezheted, természetes, de én úgy gondoltam, hogy ez egy kényelmesebb az előbb emlegetett forgatás miatt, bizony, és ahhoz hozzárendeli azokat a gyors billentyűket, amivel ő tud dolgozni, és hatékonyá és gyorsá tudja tenni akár audiovágást, akár fotószerkesztést, mert senki nem mondja azt, hogy mondjuk a Gimpet vagy az Inkscape-et így ne lehessen vezérelni külön padról, azaz kényelmessé tudjuk tenni a programok használatát különálló billentyűzettel, külön definiált billentyűzettel. Köszi szépen, sziasztok!